Palotás János gazdasági és jogi szakértő, nemzetközi meg hazai, és azt írja, hogy lehet beszélni, lehet felelősöket keresni, de a bank és brókercsődő károsultjai befektetéseiket csak akkor kaphatják vissza, ha megkeresik azt a jogi utat, amely teljes és tényleges kártalanítást biztosít számukra. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok azt mindenkinek! Azt mondja mindenki más, hogy hát azért ez nem egyszerű, azt mondja, hogy tudja az utat. Mi az az út? Azért, ha valakinek van egy szakmai alázatja, akkor azért azt tudja, hogy lehet olyan érv majd valamikor megjelenhet egy eljárásban, amely azt mondja, hogy ez mégsem megoldás. Én azt gondolom, hogy viszont ami ma a terítéken van, amit ma a gazdasági jog vagy a jog ezen a területen ismer, azon belül biztosan van megoldás. Tehát az ebben a pillanatban azt mutatja, hogy nagyon valószínűleg mindenki minden károsult a teljes befektetését, nem az ígért kamatokat. Tehát azt az összeget, amit konkrétan rábízott a szolgáltatóra. És azután egyébként pedig a bolgári törvénykönyv által megállapított kamatot, az valószínűleg visszakaphatja. Arra gondol? Arra hivatkozik, amikor ezt a reményét kifejezi, hogy itt csalás áldozatai azok az emberek, akik a pénzt odaadták, tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy az ő kockázatviselésük nagyobb volt, hanem arról van szó, hogy be vannak csapva. Ez egy nagyon lényeges elem, de még ez egy kicsit sok is. Tehát a valóság az, hogy én úgy gondolom, hallgattam Bárándi Pétert is, akit én nagyon tisztelek és jó barátomnak tartom, ő nagyon korrekten megfogalmazta, hogy ez valószínűleg fönnáll, de attól a szakmai alázat, hogy ez valószínűleg fönnáll. Én is azt gondolom, hogy ez igencsak megalapozott gondolata lehet az embereknek, de pont ebből kell visszalépni egy picit. Tehát a büntetőjogban mindig egy 5 évvel később. Sokkal jobban látjuk, hogy 5 évvel ezelőtt mit kellett volna tenni. Kell hozzá azért embernek egyfajta tudása, azt mondja, hogy igen, föl vagyok háborodva mindazon, ami történt, de ezt most félreteszem, és egy picit belenézek a történésekbe, és akkor nem a büntetőjogot keresem, a büntetőjogi felelősségre kell vonni, akinek börtönben van a helye, annak oda kell kerülnie, hanem a gazdaságjogot. Ez azért lényeges a kettőnek a megkülönböztetése egymástól, mert a büntetőben egy nagyon hosszú folyamatban még a szándékosságot is bizonyítani kell. A kár megtérítésben ez nem kell. Tehát nem kell hozzá például bűnügyi zár alá venni a dolgokat, csak egy példaképpen mondom, mert egy polgári eljárásban sokkal gyorsabban lehet előzetes biztosítékot követelni. Hiszen nem kell elmondanom és bebizonyítanom, hogy másik bűnös volt, szándékosan vált részévé, hanem a polgári jog azt mondja, hogy ha te kárt okoztál, és ez nem baj, hogy tudtál róla vagy nem tudtál róla, kárfelelősséged van. És a kárfelelősségben a károsultat megilletik a védelem. Tehát ugye az de akkor nem arra hivatkozik, amit sokan szeretnének hallani, hogy majd a BEVA fizet. Miért fizetne a BEVA, és ebben a pénzüket elhelyező pénzügyi szervezeteknek némi igazuk van, hogy hát ehhez nekik speciál semmi közük nincsen, hanem fizessen más, de ki fizessen? Tarsai Csaba? Egy pillanatra vitatkozva azért nem értek egyet a teljes nyilatkozatával, de ezt most szintén félretenném. De ön sem arra gondol, hogy majd a BEVA fizessen. Azt gondolom, hogy a büntető eljárás juthat arra a következtetésre, hogy a csalás áldozataként a BEVA-nak lenne egy fizetési kötelezettsége. De én nem ebben gondolok. Tehát nem ez a megoldás, nem ez a gyors megoldás. És a megoldás az, hogy egyik oldalon föl tudom sorolni a nagyon sok károkozót, a kárfelelőst, és mondom, miért vissza szeretnék lépni a büntető jogból, hanem a kifejezetten károkozós. Tehát az kárfelelőssége van, ez egy könnyebb megállapítási elem, mint ha mellé teszem a büntető jogi felelősséget is. Ott viszont szintén az van a terítéken, hogy nézzük meg, hogy milyen széles körben, és mindenhol aprólékosan bizonyítsam be a kárfelelőséget. Ez egyébként egy járható út, csak nagyon-nagyon hosszú. Vagy pedig le lehet-e vezetni a magyar jogból, a nemzetközi jogból és a nemzetközi szerződésekből, és abból a jogi szituációból, ami itt most kialakult, hogy ebben egy állami lépési kötelezettség van, ahol az államnak meg kell előzni ezt a hosszú folyamatot az egészében, és átszállnak majd az államra a jogok. Az egész rendszeren belül. Ez egy sokkal leegyszerűsítettebb megoldás. Tehát az állam álljon helyt első körben és viszonylag rövid időn belül a károsultak felé a kárért, igen, és majd az állam számoljon el a károkozóval, és szedje be azt az összeget, amit pénzé lehet tenni. Igen, csak hogy ez elhangzik ma politikai nyilatkozatokban, tehát azért ez politikai nyilatkozatokban nyilván mindig ilyenkor az ellenzéki oldalról ez megjelenik, mert az államnak lehet ilyen morális kötelezettsége. Én azt állítom, tehát azt gondolom, és azt lehet bebizonyítani, és talán akkor nem is annyira konfrontatív a helyzet, hogy az államnak ez nem csak egy morális kötelezettsége, hanem jogszabályból adódó kötelezettsége is, akkor pedig, ha levezetem, akkor nem kell róla morfondírozni, hanem akkor meg kell
csinálni. Ebbe bevonjuk ebbe a kötelezettségvállalásba a Nemzeti Bankot ezzel a logikával? Kérdezem ezt azért, mert ugye nagyon sokan azt is mondják, hogy ugyanúgy károkozó a Nemzeti Bank, hiszen a felügyeletet ő látja el, és nem vett észre semmit. A Nemzeti Banknak a felelőssége feltehetően megállapítható. Tehát csak az abban a szélesebb. Ő az egyik szereplő, a csalók a másik szereplő. De ideig nem menne, mert csak bonyolítja az ügyet. Mert csak bonyolítja az ügyet. Te pont erről szól a dolognak a része, és talán ebben az esetben, ha valamit jogszabályilag is alá lehet támasztani, és utána még van egy morális oka is ebben az állami helytállásnak, akkor maga a folyamat sokkal gyorsabban, és talán kicsit simább homlokkal zárulhat. Tárgyalásos vagy peres úton próbálja a jogot érvényesíteni az ügyfele érdekében? Hát ugye a korrekt peres út, az úgy van, hogy előbb tárgyalunk. Ezt még el is várja az eljárás, jó? Tehát egy peren kívüli egyességet meg kell próbálni, kezdeményezni, és ott eldönteni. Elkezdte? Ahhoz össze kell állnának a kockázati közösségnek, amelyen ugye tegnap tartottam egy 1000 fős tájékoztatót. Meg kell mondanom, hogy nagyon jól éreztem magam benne, mert az elején elmondtam az embereknek, és ugye ott érzelmileg nagyon felfűtött közönségről beszéltünk, hogy próbálják meg ezt az 5 éves távlatot tekinteni, és hogy ott most nem azért jöttünk össze, ha lesznek olyan érdekérvényesítő csoportok, és én egyet is tudok velük érteni, akik tiltakozni akarnak. De itt most azért álljunk össze az egész rendszeren belül, hogy a megoldást megtaláljuk. És az egész este folyamán egyetlen egy szó nem esett a bűnösök. Tehát arról, hogy bűnös. Tehát, hogy a bűnt vizsgáljuk ki, a bűnt kell tenni. Megértették, hogy másról kell beszélni, azt kell megkeresni, az egy másik, el lehet menni a tüntetésekre, stb. De az egy másik dolog, mint amikor elmondom, hogy nekem egy egyszerűsített, egy polgárjogi igénybe beszállok, és azt mondom, hogy szeretném, hogyha a káromat érvényesítenék. Most a pénzüket üldözzék, először a bűnüldözés legyen a bűnüldözők. Palotás János, köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást.